Tóth Pétert Vágó István, a Gyurcsány párt elnökségi tagja megvédte az ATV stúdiójában. Azt azonban már nem tudta megindokolni, hogy miért ilyen fontos a DK számára a jobbikos együttműködés, miközben egyébként egy momentumos jelölt is van Szegeden. A régi jobbik, és hát természetesen ez egy komplikált kérdés, hogy mennyire régi, mennyire új, minden esetre törekszik a centrum felé. De az az általános vélemény, hogy még mindig inkább velük fogjunk össze, mert nélkülük nem tudunk eredményt elérni, mint hogy a Fidesz maradjon. Ez mindennél fontosabb. De itt van egy másik jelölt, itt van egy momentumos jelölt, aki például az MSZP is támogat. Jó, nem tudom a hátterét, hogy ez, hogy ez miért van. És köszöntöm a stúdióban Szanyi Tibort, az ISZOM alapítóját. Jó napot kívánok! Na hát itt láthattuk a bejátszóban is, ugye Vágó István a DK prominense, ha lehet így mondani, magyarázta, hogy miért szükségszerű is az, hogy egyes baloldali pártok beállnak korábban aljas minősíthetetlen kijelentéseket tevő politikusok mögé. Ugye láthattuk, hogy szerencsén is ez volt Bíró László esetében, most pedig egy szegedi jobbikos esetében pontosan ugyanez a magyarázkodás. Mit szól ehhez az egészhez? Mi az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom ebben a meglehetősen kétes értékű előválasztásban nem veszünk részt. Tehát mi egy másik ligában vagyunk, ugye a rendszerváltás óta talán mi vagyunk az egyetlen olyan párt, amelyik megfogalmazta a programjában, hogy mi azért nem egészen a kapitalizmusban gondolkodunk, mi szocializmust akarunk. De ez Magyarországon jó kicsengésű üzenet egyébként? Sokaknak igen. Nagyon sokaknak igen. Két közvélemény kutatás is van az igazunk mögött, mind a kettő, egyébként ez egyiket a Publikus, a másikat a Nézőpont, tehát hogyha politikai oldalakat lehet mondani, mindkét oldalhoz közel álló intézeteket megkérdeztünk, ugyanarra az eredményre jutottak, bő egyharmados támogatottsága van a szocializmus gondolatának Magyarországon. És ezek a pártok, vannak közöttük nácik, konzervatívok, liberálisok, sokféle, ők a kapitalizmus szerelmesei, a Fidesszel együtt. Hát mi még mást akarunk, mi szocializmust akarunk, és éppen ezért mi a választásokon természetesen indulunk, de ilyen előfutamokban nincs értelme, hiszen a mi programunk teljesen más. Visszatérve még a Jobbikra, csak egy kérdés erejéig. Azért csak van arról véleménye, hogy mi állhat a mögött, hogy még pár évvel ezelőtt is, az ön egykori pártja is, de más, hát akkor nevezzük köznapian baloldali pártoknak őket, kifejezetten ellenezték azt, hogy a Jobbikkal bármifajta szövetséget is kössenek, most pedig már mindent elnéznek nekik, és a néppártiság az egy megkérdőjelezhetetlen fordulat. Pusztán a hatalomtechnika áll-e mögött? Ha más nem nagyon tud állni, hiszen... Akkor hogy néznek tükörbe föltenni az ember azok a politikusok, akik korábban pedig hát igencsak ellene voltak a Jobbiknak? Hát ezt ne tőlem kérdezze, mert az én pártom az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, vagy ahogy ön is és a média szokta nevezni, az ISZOM, két M-mel. Mi egy nagyon erős antifasiszta érzülettel vagyunk, tehát az azt jelenti, hogy mi nácikkal soha semmit. Semmit. Tehát semmit. Ez egy ilyen egyszerű dolog, tehát nincs tárgyalás, meg egyeztetés, meg gondolkodás, semmit. Hát hogyha nekik, bárkinek ehhez ízlése van, mi sajnáljuk, ám tegyék, mi a magunk részéről a baloldali szavazóknak a voksára számítunk, és egyébként a baloldali szavazók elég szép számmal vannak. Tulajdonképpen minden pártnak a holdudvarában, aminek utána a baloldal felszívódott, megszűnt, és ez tette lehetővé egyáltalán, hogy mi megalakultunk. Mi akár honnan is, de a baloldali szavazóknak a voksaira számítunk. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a idő, ami most van, hát mi tavaly alakultunk, tehát nagyon kevés idő van ilyen értelemben a választásokig, de hát azért azt gondolom, hogy ebből a már korábban említett bő egyharmados baloldali érzületű, szemléletű, gondolatvilágú, értékrendű emberek között egy 5%-ot azért én úgy gondolom, hogy meg tudunk szerezni, és mi igazából a programunkat akarjuk akármilyen összetételű parlamenten keresztül vinni. Hadd idézek öntől egy mondatot. Ezek a csicskák alig ha tudják Orbánt bármikor is megverni. Ugye ön ezt a közösségi oldalán írta pár nappal ezelőtt. Ha minden igaz, akkor egy Kunhalmi Ágnes nyilatkozathoz, amiben Kunhalmi Ágnes azt mondta, hogy már csak azért is meg kell egyezniük az ellenzéki pártoknak, mert ha 2022-ben nem nyernek, akkor a kormánypártok 10-15 évre is tervezhetnek a jövőben. Elég sarkos kijelentés. Mi motiválta, hogy így nyilvánuljon meg elég egyértelműen?
Tulajdonképpen az, hogy mi a magunk részéről úgy látjuk, hogy szinte egyedül mi vagyunk azok, amelyek makacsul ellenzéki magatartást tanúsítunk. Székely Sándor, az Igen Szolidaritás, vagy az ISZOM országgyűlési képviselője, egy szem képviselőnk van Székely Sándor személyében. Ő következetesen nemmel szavazott mindazon ügyekben, amelyekben egyébként a kormányoldal és az ellenzék együtt szavazott. Na most, hát nézzük végig úgy egyenként, mert azért van itt bőven a tarsolyban. Hát először is itt van, ami aktuális dolog, az egészségügyi jogviszonyról szóló törvény. Egyedül Székely Sándor volt, aki képes volt nemmel szavazni. És ő miért nyomott nemet egyébként? Mi volt az indokuk? Hát az, hogy ilyet nem lehet csinálni, hogy az orvosokat kiemeljük, a szakszemélyzetet, az ápolókat pedig benne hagyjuk a drámában, a napi 12 óra munkában, három műszakban, zéro fizetés, még csökkent is a fizetés. Egy orvosok között nem lesz nehezebb kampányolniuk, hogy az önök személyre mondhatják, hogy... Nem az orvosok a célcsoport, nekünk a dolgozók a célcsoport. Hát az orvosok is dolgozók. Hát azért azok, maradjunk annyiban, hogy ők az urak a kórházakban. Mi alapvetően az a sok tízezer ápolónak az érdekét nézzük. Egyébként helyesnek tartjuk az orvosi béremelést, félretés, ez nagyon helyes, csak éppen ez fél munka, mert az egészet meg kellett volna emelni. Kettő. A Jobbik bement önként szavazni erre a homofób törvényre. Mármint a gyermekvédelmi törvényre utal. Ön így hívja, mi homofób törvénynek hívjuk, amivel megmutatta azt, hogy hát tud ő, még akár egy ilyen ellenzéki csoportosuláson belülről is tud ő a Fidesszel szavazni. Na most adott esetben, hogy a Fidesz netán esetleg kisebbségbe szorulna, vagy hát hál' Istennek, vagy szoruljon is, de abban az esetben mi nekünk erős kételjünk van azért, hogy a Jobbik az majd kivel fog szavazni. Hát, hogyha a Fidesszel már most képes szavazni, akkor később is gondolom, hogy ez együtt lesz. Gondolja, hogy ilyen retorika után elképzelhető lenne a Jobbiktól megviselkedéstől egy 2022 után? Hát, hogyha most a választások előtt képes testületileg a Fidesszel együtt szavazni, akkor választások után miért ne lenne képes, ez az egyik. De hát a Fidesz, még hogyha kisebbségbe is szorulna, lám, képes lenne kívülről kormányozni. Három, és ez nekem nagyon-nagyon emblematikus történet, mert azért ennek voltak történelmi konnotációi, ez a bizonyos felhatalmazási törvény. Ezek a pártok egy az egybe felhatalmazták a kormányt még tavaly, minden nemű rendkívüli intézkedés meghozatalára. Mármint a koronavírus elleni törvény, a különleges jogrend. A német alkotmány például tilt ilyeneket, tehát ott nem lehetne ilyeneket csinálni. Németországot rendkívüli törvények nélkül is meg lehetett. Még a bejegyzéshez még egy pár mondatot, mit szólt az ezt követő reakciókhoz? Mondjuk az ön egykori párttársa, Gögő Zoltán odaírta, idézem őt, hogy bunkó vagy Tibor. Tehát mondjuk ilyen stílusú hozzászólásokat kapott azoktól, akik hát egykor mégiscsak a harcos társai voltak. Gondolom, hogy ezeket ez Gögő Zoltánt minősíti, nem engem. Viszont azért azt hadd mondjam végig, hogy most itt van ez a Pegazus botrány is. Ugyanezen az ellenzéki pártok 2016 nyarán tokkavorolva megszavazták a Fidesznek a teljhatalmát, hogy bárkit bármikor bármivel bármilyen lehallgathat. Akkor most mit csodálkoznak, hogy adott esetben kiderül valami, amiről azt se tudjuk, hogy micsoda. Na de én erre mondtam azt, hogy az ellenzéki magatartás az az, amikor kőkeményen nemet tud mondani egy képviselő, és Székely Sándor ezt következetesen mutatja Magyarországgyűlésben, úgy is mondhatnám, hogy hova tovább, ő az egyetlen ellenzéki képviselő. Visszautalva még a beszélgetésünk elejére. Ja, és még, bocsánat, még egy dolog, ezek a pártok irgalmatlan mennyiségű pénzt kapnak a Fidesztől, most értem állami támogatás, meg kampánytámogatás, meg frakciótámogatás, meg mit tudom, milyen támogatás, mi egy büdös fasat nem kapunk sehonnan. Már úgy értem, visszatérve még a beszélgetésünk elejére, ugye többször kihangsúlyozzák, hogy önök az egyetlen baloldali párt az ellenzékben. Mindenfajta módon eltökéltek abban, hogy az ellenzéki erőválasztásban nem fognak részt venni? Nem lát olyan elképzelhető szenáriót, hogy megváltoztatik a véleményük? Mondjuk akár ön, mint miniszterelnök jelöltként elindul az eddigi felhozatalba? Nekünk bő egy éve nyilvánosan hozzáférhető, látható, világos a programunk. Ezeknek nincs a mai napig programjuk. Ez de ha mondjuk, ha belépnének önök ebbe a koalícióba, összefogásba, akkor lehet, hogy jobban érvényszereznének. Nem lehet összehasonlítani valamire. Tehát azt se tudjuk, hogy mi az a program, ami mentén ők gondolkodnak. Van egy koncepciójuk, de például az a koncepció számunkra teljesen elfogadhatatlan, ami
úgy, ahogy van, kikerüli a vidék problémáját, a mezőgazdaság problémáját és a kis települések problémáját, már pedig az ország 40%-a itt van. Most ország 40%-a fölött elnézni csak úgy, egy baloldali pártnak azért ez nem nagyon. Igen, szolidaritás biztos, hogy nem lesz benne az ellenzéki összefogásban, és nem indulnak el az ellenzéki előválasztások? Ez egészen biztos. Akkor sem mondjuk a Jobbik kilépne onnan, mert ugye említette, hogy hát az nem a párt, a Jobbikkal van bajunk, tehát egyrészt nácik közé nem lépünk, tehát ez az egyik, ugye, ez már mondtam korábban, de nem csak erről van szó, hanem arról, hogy ők egy kapitalista berendezkedést akarnak, mi pedig egy szocialista berendezkedést akarunk, nem mintha ne lehetne kompromisszumot kötni, és nagyon szépen megfér a kettő egymás mellett, például Svédországban, Ausztriában, Bécsben különösen, majd tudom, hogy Bécs az megtestesült szocializmus, tehát sem a program, sem az összetétel, de még csak nem is a célkitűzések szintjén nincs az, amiben nekünk mérezkedni kell, mi a választópolgárokkal szeretnénk. Egy utolsó rövid kérdést engedjenek nekem, mennyi esélyt látnak rá reálisan nézve, hogy az 5%-ot elérhetik? Mondjuk leginkább akkor abban bíznak, hogy azok a valóban baloldali szavazók, ahogy mondják, kiábrándulnak az ellenzéki összefogásban, látva akár ezeket a magyarázkodást? Meg a Fideszből. Orbán Viktor személyesen közölte így az Országgyűlésben Székely Sándor, hogy szerint a Fideszben is vannak baloldali szavazók, mi azokra is igényt tartunk, ez az egyik. A másik pedig az, hogy az összes létező közvéleménykutató, aki minket eddig mért, nyilvánosság előtt mindig letagadták, de nekünk papírba adták, 4 közvéleménykutató mondta azt, hogy igen, van esély az 5% elérésére. Szanyi Tibornak köszönöm szépen. Köszönöm szépen.